alapvetően két elképzelés volt, ha is amennyiben egy további egy bővítéssel hozzá lehetne csatolni olyan épületet és olyan technológiát, ami további személyzet foglalkoztatására legyen alkalmas, akkor így ebben az irányban, vagy függőleges irányban itt lehetne kialakítani további vizes blokkokat, ahhoz is öltözőket, illetve a keleti oldalon pedig amennyiben szükséges irodák, további irodák is kialakíthatók. Ez egyelőre még várat magára, hiszen a további betelepülőkkel még tárgyalási szakaszban van az önkormányzat. Az agrárlogisztikai központ Bátaszék történetében különleges helyet foglal el, mondja Bozsodik Róbert polgármester. Erre még nem volt példa a város újkori történelmében, hogy önkormányzati beruházásban munkahelyteremtés és vállalkozás élénkítés történjen meg. Ugye a megyei önkormányzaton keresztül toppályázatból 550 millió forintot nyertünk ennek a projektnek a megvalósításához, és hát izgatottan várjuk a végét mi is, ugye, mert az építkezés ugyan be fog fejeződni, ezt követően kezdődnek az engedélyezési eljárások, hiszen ezt a létesítményt mind építészeti szempontból, mind pedig üzemeltetési szempontból át kell venni, és a különböző hatóságoknak nyilatkozni kell, hogy ez úgy készült el, hogy a tervekben meg van állodva, és alkalmas lesz annak a feladatnak az elvégzésére, amit gondoltunk. És kezdődik az érdemi, olyan értelemben érdemi munkavégzés, hogy üzemeltetni kell. A város erre már megkötötte korábban a szerződését, így az üzemeltetővel mi folyamatosan kapcsolatban is vagyunk, annak érdekében, hogy közvetett módon segítsük az ő tevékenységét, hogy minél hamarabb találja meg azokat a partnereket, akik igénybe tudják venni majd a logisztikai központnak a szolgáltatását. Ezen a területen is jó úton járunk. Úgy tűnik, hogy már van érdeklődés, sőt már konkrét megállapodások is születtek annak érdekében, hogy minél gyorsabban be tudjon népesedni az agrárlogisztikai központ. Az 1500 négyzetméter alapterületű csarnok a kiszolgáló egységek mellett hűtőházi kapacitással is rendelkezik, így lehetőséget kínál a környékben élő termelők számára a beszállításra. A műtárgy kivitelezője az S+T Studio Kft., akik az időjárás mellett a koronavírus okozta nehézségekkel is megküzdöttek. Készjelentettük a beruházást, és ki van tűzve a műszaki átadás április 30-án 10 órára. Hát jelenleg a befejező szakszeripari munkák folynak, szerelvényezések, festőbefejező munkák, esztétikai szépítgetések, feliratozások, tehát parkosítást folytatjuk kint, hál' Istennek az időjárás is kedvező a munkákhoz. Úgyhogy azt mondom, hogy feszítetten ugyan most, ez az utolsó két hónap, ez nehezebb volt így ebben a vírusos időszakban, tehát azért kapacitásoknál jelentkeztek problémák. Egyrészt a munkaerő folyamatos biztosításában is, de azoknál a termékeknél, ahol külföldi gyártók voltak a beszállítók, ott jelentős csúszások történtek a termékbiztosításnál. Hát ebből, ami még most is izgalmassá teszi a kérdést, az a szekcionált kapuknak a szállítása. Az ipari kapuk estek abba a szállítási problémába, hogy most már több mint egy hónapos a szállításnak a csúszása. 27-én rakják kamionba a termékeket, és véletlenül 29-én érkezik, tehát 30-ára az átadás időpontjára lesznek beszerelve itt a dokkoló és a csarnokoknak az ipari kapui, de összességében összefog állni, ami a kezdés volt egy kicsit hosszabb, hiszen egyrészt egy közbeszerzési jóváhagyatást kellett végrehajtani, aminek már volt majd egy hónapos időigénye. Aztán a régészeti feltárás volt az, amit még szintén el kellett itt végezni a csarnoknak a helyén. Ez vezetett oda, hogy tulajdonképpen április 30 lett a határidő, a régészeti feltárás idejével hosszabbodott meg. Az üzemeltető és a város vezetése folyamatos tárgyalásokat folytat az agrárlogisztikai központ kihasználására és a lehetséges bővítésre.
Az elkészült hűtőház berendezései jelen állapotban úgynevezett pluszos hűtőkkel vannak felszerelve, de alkalmassá tehetők fagyasztást követelő termékek fogadására is, így számos termelő számára jelenthet piaci lehetőség bővülést a szolgáltatás, és eredményezheti a központ további kapacitásának bővítését is.